És monda Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt. Férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Az Isten képére teremtett férfi és nő által megérthetjük, hogy van Atya Isten és Anya Isten. A Jelenések könyve azt jövendeli, hogy Atya Isten és Anya Isten együtt kezdték el a teremtést, és együtt is fogják befejezni a teremtést. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. De azok, akik nem értik az üdvösség gondviselését, azt mondják, hogy Mária a mennyasszony. Szűz Mária a mennyasszony? Szűz Mária nem lehet a mennyasszony. Azért, mert a mennyasszony Jézus felesége. Jár, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. A mennyasszony a bárány felesége, vagyis Jézus felesége, ezért nem lehet Mária. Tehát az, hogy a mennyasszony Szűz Mária, egy Biblia ellenes állítás. A szentek a mennyasszony. A szentek nem lehetnek a mennyasszony. Azért, mert a mennyasszony maga Isten, aki megadja nekünk az életvizét. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. A Biblia soha nem mondja azt, hogy a szentek adják az életvizét. A Biblia azt mondja, hogy csakis a szabadító Isten adhatja meg nekünk az életvizét. Az Atya korszakában a szabadító Jehova adta az életvizét. Mert kettős gonoszságot követett el az én népem, elhagytak engem, az élő vizek forrását. Az élő víz forrása maga Jehova Isten. A Fiú korszakában a szabadító Jézus adta az életvizét. Az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Az, aki az örök életre buzgó víznek kútfejét adja, maga Jézus. És a Szentlélek korszakában a szabadító Szentlélek és a mennyasszony adja az életvizét. Ezért a Szentlélek és a mennyasszony, akik az életvizét adják nekünk a Szentlélek korszakában, maga Isten. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Azok, akik az életvizét adják, maga a lélek és a mennyasszony. A Szentlélek és a mennyasszony maga Atya Isten és Anya Isten.